Tusfürdő, fogkefe, fogkrém, nedves törlőkendő és még számos higiéniai termék sorakozik ezen az asztalon. A tárgyak ezután ereti különbe kerültek, melyeket pécsi megváltozott munkaképességű hölgyek kaptak ajándékba nőnap alkalmából. Jobban járunk minden bele, mint az édessége, jó dolog, úgyhogy szeretek kitolkozni, úgyhogy jó dolog az is, úgyhogy emberek között vagyok, jó helyen van itt, úgyhogy már fél éve itt vagyok. A vállalat, ahol a most felköszöntött nők dolgoznak, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve szervezte meg ezt az eseményt. Mint azt Csizi Péter ügyvezető igazgató elmondta, maga a táska is érték, de ami benne van, nagy segítséget nyújt a rászoruló nők számára. Olyan termékek, amik hétköznapinak mondhatók, viszont hátrányos helyzetű hölgyek nem biztos, hogy a mindennapok során ezt meg tudják vásárolni. Éppen ezért a missziót erősítve mi is a 100 leginkább rászoruló munkavállalónkat választottuk ki itt Pécset, hogy részesüljenek ebből az akcióból. A kezdeményezés a Nem Luxus Táska nevet viseli, amit három nő indított el még 2018-ban. Ennek célja, hogy azokon a rászoruló nőkön segítsenek, akik nem engedhetik meg maguknak a különböző higiénés termékek megvásárlását. Ehhez az akcióhoz csatlakozva a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai juttatják el a táskákat a nehéz helyzetű hölgyekhez. Jónás Gergely regionális igazgató elmondta, minden évben ugyanúgy zajlik a program, illetve a gyűjtés. Egy magánszemély az általa már nem nagyon használt, vagy akár még használt, de jó állapotú táskát megtölt olyan higiénés termékekkel, ami elsősorban hölgyeknek jó, itt akár testápolóra gondolhatunk, intimbetétre, különböző dolgokra, és ezt a Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttatja el olyan embertársunknak, akiknek erre nagy szükségük van. A kezdetekkor az elsődleges célcsoport a hajléktalanok voltak, később aztán a szociális intézményekben, zsákfalvakban élőkre is kiterjedt a program, mondta Jónás Gergely. Hozzátette, más területeken is érheti negatív megkülönböztetés a nőket, például a munkavilágában, de a mindennapokban így próbálnak segíteni az érintetteken.